Országos Mazsaret Fesztivál volt a Művházban, 11 csoport lépett fel, bemutató csoportok is voltak, és ez egy Országos Mazsaret Fesztivál, ahol a csoportok megmérettették a tudásukat. Ez egyfajta minősítés volt, vagy pedig egymással versenyeztek a csoportok? Minden csoport minősült. Minden csoport megkapta az ő táncáért való jutalmat. Minden csoport oklevélben részesült, bronz, ezüst, arany, illetve kiemelt arany oklevelekben. A zsűri nagyon sok szempont alapján szokott értékelni. Mi mindenre helyezik a hangsúlyt? A zsűri sok szempont alapján értékeli a csoportok előadását. Megvannak kötelező elemek, amelyeknek benne kell lenni az adott táncokban. Ez a show kategóriára, a botos táncokra érvényesül. Figyelik azokat az elemeket, amelyek nehezebbek, és amelyeket kötelező beletenni a táncban, viszont ebben a show kategóriában kettő táncot kell bemutatni, de csak egy táncban kötelező benne lenniük ezeknek a kötelező elemeknek. Örülök neki, hogy újra köszönhetem a Mazsaret Fesztivál részvevőit. Tavaly ezt már megtettem, tavaly is nagyon színvonalas műsort láthattunk, és mint tájékozottam róla, jövőre két napot fogunk ezzel kapcsolatban kerülni a Mazsarettel a nagy sportcsarnokomban, úgyhogy akkor is szívesen látunk mindenkit. Én azt szeretném, hogyha a lányok jól teljesítenének, csupa mosolygós, egyszerre lépő, egyszerre mozduló lányt látnánk a zene ütemére, hiszen ez a lényeg, hogy szemet gyönyörködtetően legyenek ezek a produkciók. Gyakorlatilag minden esztendőben, ilyenkor évvége környékén, november-december körül van az Őváros ad otthont egy fesztiválnak. Ez nagyon sok szervezői munkával jár. Mennyire elégedett a főszervező? Erre már hetekkel korábban is készülünk. Kiosztjuk a feladatokat esetleg a segítőknek. Nagyon sok olyan szervezés van, hogy a csoportok hogyan és miként tudnak próbálni esetleg pihenni a fesztivál és a főpróba közt. Tehát ez nem kis feladat, nem kis munka. Megpróbáljuk úgy megszervezni minden évben a fesztivált, hogy mindenkinek az igényeit kielégítsük, mint a zsűrinek, mint a csoportvezetőknek, mint a gyerekeknek. Megpróbálunk olyan légkört teremteni, hogy a nap végén elégedetten távozzanak, mint a csoportok, mint az oktatók, és otthonosan érezzék magukat egész nap, hiszen ez egy hosszú, egésznapos fesztivál. A Fantázia Mazsaret Egyesület 5 csoporttal él a városunkban, ebből 2 csoport versenyzett szombaton. A Százszor Szép és a Kamilla csoport mérettette meg magát. A Százszor Szép csoport arany, illetve kiemelt arany minősítés szerzett, a Kamilla csoport pedig egy aranyoklevelet. Milyen pontoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egyik lépcsőről a másikra eljussanak a csoportok? Első a fejlődés, utána a tudás, és ezek alapján a zsűri mindig visszaemlékez arra, hogy az előző fesztiválon esetleg hogyan szerepelt, és hogyha jobban, akkor egyen jobb minősítést ad. És hogyha a kötelező elemek, vagy az adott koreográfia tetszik, akkor egyértelműen jobb minősítést kapnak a lányok. Hetente szoktak találkozni, sőt majdnem naponta találkoznak a különböző csoportokkal. Valóban ennyire érzékelhető a fejlődés a lányok mazsoret tudásában? A heti 1-2 próba nagyon összecsiszolja a lányokat, és az évek alatt nagyon jó kialakul az az összeszokott csoport, az a szokás, hogy egyre jobb minősítést kaphassanak a fesztiválokon. Mi alapján szoktak a tánctanárok újabb koreográfiákat kitalálni? A csoportra írják, a csoportra szabják, az egyénre, vagy pedig próbálják a trendet követni? Egyetemben a trendet is próbáljuk követni, de nézzük azt, hogy a lányok hogyan szerepelhetnek például egy adott zenére, vagy esetleg, hogy az adott zene mit válthat ki a lányokból, hogy a csoport, akinek csináljuk a koreográfiát, mennyire tud arra a zenére összedolgozni, és hogy milyen adott
konkrét és kötelező elemeket tudunk kidolgozni egy-egy zenére. A gyerekek óvodáskorban elkezdik a mazsorettet, hiszen tetszik nekik a bot, tetszik nekik a pompon, és ezáltal megtetszik nekik a zene, a közösség és a társaság is. A gyerekek innen fejlődnek fel oda, ahova, és rengeteg munka van egy-egy gyerek tánc tudásában. Hogyha megtetszik nekik ez a mazsorett stílus, akkor igyekeznek úgy csinálni, hogy felnőjünk a nagyokhoz, hogy én is olyan szeretnék lenni, mint az az adott nagylány. Szeretném azt csinálni, szeretnék úgy forgatni, szeretnék úgy táncolni, mint a nagy csoportban lévő tambúrmajor lány. A gyerekek ezáltal egy kiszemelt cél van előttük, hogy én is ide szeretnék jutni. És ezáltal tetszik meg nekik, és ezáltal dolgoznak a magasba. Október 12-én Budapesten tartottuk szövetségünk mazsorett szekciójának 25 éves jubileumi ülését, ahol együtteseink fő támogatóit elismerő díszoklevéllel köszöntöttük. 25 év, 25 mazsorett díját vehették át azok a mazsorettek, akiket minősítéssel rendelkező oktatójuk javasolt a kiírt feltételek alapján. Ezt a díjat szeretnék most átadni annak a balmazújvárosi mazsorettnek is, aki 9 éves korában kezdett mazsorettezni a Néró csoportban, és egészen 2015-ig oszlopos tagja volt nevelőegyesületének és a Becton mazsorett csoportnak is. Oktatója, Kis Marian így írt róla. Megbízhatósága, kitartása, társai segítése végigkísérték munkásságát, melyhez magas szintű szakmai profizmus és maximalizmus társult. Köszöntjük most együtt ezt a rendkívül aranyos, kedves, okos és mindig optimista lányt, Pincés Mariant. Nagyon nagy megtiszteltetés ez a díj, és leginkább azért, mert mint utólag megtudtam, Kis Marianna volt az, aki felterjesztette erre a díjra, és ez még inkább hitelt érdemlő az én szememben, mivel ő testközelből is látta az én pályámat, a munkásságomat. Nála kezdtem egyébként ezt a pályát, hogyha lehet így mondani. Úgyhogy hát óriási nagy megtiszteltetés. Pincés Marian az egykori oktatónk, ő is sok csoportot oktatott. Ő nagyon elismerjük a munkáját, és nagyon sok segítséget kapunk mai napig tőle. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Fantázia Mazsorett Egyesület egyik oktatója kaphatta meg ezt a 25 év, 25 mazsorett díjat. 9 éves volt, amikor először mazsorett próbára ment. Visszaemlékszik még az első napokra, az első próbákra, az első botforgatásokra? Sok osztálytársam járt már akkor mazsorett próbákra, és mindig olyan élményekkel teli előadásaik voltak arról, hogy mik történtek a hétvégén, hogy így felcsillogott a szemem, és azt mondtam, hogy ezt szeretném én is kipróbálni. És egy, hát utólag azt kell, hogy mondjam, nagyon kedvezőtlen időszakban mentem, mert azt hiszem, hogy szeptemberben kezdődött az az időszak, és én talán októberben vagy novemberben akartam csatlakozni. És akkor azt a választ kaptam, hogy sajnos ez az időszak már elindult, és találkozunk majd jövőre, ha jól emlékszem. Nagyon csalódott voltam, nagyon-nagyon csalódott voltam, de nem adtam fel, hála jó Istennek. És jövőre mentem, és akkor viszont már egy-két év lemaradásom volt a többiekhez képest, de Marci befogadott a csapatba, és bizonyítani szerettem volna. Nagyon tudtam, hogy lemaradásom van, és szerettem volna, hogyha rövid időn belül ugyanazt tudom teljesíteni, mint a többiek. És ezért szerintem extra módon gyakoroltam otthon. Tehát, hogyha volt bizonyos mennyiségű házi feladat, én annak a háromszorosát végeztem el, és szerintem ez is hozzásegített ahhoz, hogy aztán sikereket értem el ebben. Tehát az a bizonyos motiváció már 10-12 évesen megvolt. Abszolút, így indultam neki, és ez végig kísérte a pályámat. Csak nem tudtam kilépni ebből a közegből, és őszintén szólva nem is szeretnék kilépni. Nagyjából évente egy-két alkalommal igen megkeresnek azzal, hogy házigazdája legyek egy-egy rendezvénynek, és akkor ilyenkor nagyon jó visszatekinteni azokra az évekre, amit aktívan a lányok között töltöttem.
pontosan most a legutóbbi fesztiválon néztem azt, hogy azok a csizmák, amiket én több ezer kilométeren keresztül koptattam, mert ugye még Kínába is eljutottunk az egyesülettel, azok most már más lányoknak a lábain vannak, de nagyon öröm ezt látni, nagyon nagy öröm ezt látni, hogy ez a több ezer kilométer, amit mondjuk nyilván légi úton tettünk meg, ezeket most más teszi meg, ezeket a kilométereket. Óriási élmény igazából ilyenkor látni a lányokat, akiket évek óta nem láttam, és van, hogy ilyen pici korában láttam utoljára, és azóta már megnőtt, vagy akár középiskolába ment. Hát ezek óriási dolgok, ezekre visszaemlékezni. Ilyenkor előjönnek a régi emlékek, a kellemes vagy a kellemetlenebb emlékek jönnek vissza? Abszolút a kellemes emlékek jönnek vissza. Ezek ilyen zsigeri érzések, amikor a kis pici lányok 3-4 évesen megölelték a hasamat, a combomat, és odaszaladtak hozzám, hogy vagy Marci néni. Leginkább ezek az emlékek jönnek vissza. Oktatóként is nagyon sokszor visszajönnek ezek az emlékek, amiket a gyerekektől kaptam. Illetve amikor az aktív éveimet éltem táncosként, akkor is rengeteg élménnyel, tapasztalással gazdagodtunk a lányokat, természetesen ilyenkor ezek is visszajönnek. Egy-egy nehezebb időszakban, amikor mondjuk vizsgai időszakban voltam, és akkor ugyanúgy voltak próbák, mert ugyanúgy fellépésekre vagy fesztiválokra kellett készülnünk, inkább kikapcsolódást jelentett ez nekem. Tehát hiába tudtam azt, hogy még ott van 17 tétel, amit mondjuk meg kell tanulnom, hogy sikeres legyen a vizsga, akkor is nagyon szívesen mentem, mert cserébe az az élmény, amit kaptam az oktatómtól, a lányoktól, a tánc szeretetétől, az mindent kárpótolt. Ebből a korszakból kik voltak a meghatározó barátok, tanárok, kik azok, akik ennyire befolyásolták azt a bizonyos életutat? Tanárok személyében mindenképpen egy szemét emelnék ki. Kis Marianna, de Kis Marciként ismeri őt mindenki Újvároson. Én mindenkinek azt kívánom, hogy legalább egy olyan tanár legyen az életében, mint ő volt a mi életünkben. Nem, az ő személyiségét szerintem nem lehet utánozni. Nem is próbáltam, mert nyilván én egy más személyiség vagyok, ő egy más személyiség. Nem ez volt a célom, viszont évek alatt rengeteg inspirációt és motivációt kaptunk tőle. Soha nem éreztük azt, legalábbis én azt gondolom, hogy a lányok nevében is nyilatkozhatom, hogy feszélyezve kellene magunkat érezni. Még ha nagy tétje is volt a dolognak egy-egy verseny alkalmával, akkor is mindig megtalálta azt a motivációs vonalat, ami mellett mi szerintem maximálisan tudtunk teljesíteni. Pincés Marian, mire a legbüszkébb ebből a bizonyos 17 évből? Nyilván voltak szakmai sikerek is, de nem ez az első, ami eszembe jut, hanem ilyen egyszerű dolgok, amikor végigmegyek az utcán, és látom, hogy egy-egy kislánynak csillog a szeme, hogy újra lát, és én, az én szemem is ugyanúgy. Főleg nekem azért, mert mondjuk nőtt azóta, amióta újra láttam, és láttam kisgyermekként, meg láttam, hogy azóta mekkorát nőtt. És az, hogy azóta is követik a pályámat, azóta is megkérdezik, hogy mi van velem, hallanak rólam, tudnak rólam, érdekli őket. Talán inkább ezt emelném ki, hogy az a kapcsolat, ami egykor meghatározó volt, arra szívesen emlékeznek vissza, és én is ugyanúgy szívesen emlékszem erre vissza. Úgy gondolom, hogy a Back to Mazsoret csoport nem csak a város és nem csak a megye színvonalát képviselik, hanem Kelet-Magyarországon is az egyik legjobb zenekarral dolgozhatnak együtt, és a legjobb Mazsoret csoport. 17 évig a Mazsoret bot jelentette az életének az egyik nagy részét. Hát napjainkban viszont a mikrofon jelenti magát, a nagybetűs életet. Azt gondolom, hogy megtalált a pálya. Szó szerint így történt, mert nem én kerestem a pályát. Érdekes, de nem tanultam ezt a szakmát. Én viszont nagyon hálás vagyok, hogy megtalált. Egy teljesen véletlen útján-módján találkoztunk ezzel a pályával, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon színes ez a szakma, és nagyon felelősségteljes, tele van kihívásokkal, és nagyon jól érzem magam benne.
Hiányzik a mazsorett? Hiányzik, nagyon hiányzik. Pontosan ma egy nyílt órán voltam a keresztlányomnak a nyílt óráján, ő általános iskolás, és annyira motiválóak voltak a tanárok, hogy esküszöm, hogy még engem is nagyon inspiráltak, és az az oktatói és nevelői munka, amit például ma is megtapasztaltam, ez nagyon hiányzik. A Backtone zenekar mazsorett csoportjába bejutni nem kis feladat, nem kis tudást igényel, hiszen minden lánynak, aki elkezd mazsorettezni, az a cél, hogy egyszer Backtone mazsorettes lehessek. És a gyerekek ezáltal, egy cél kitűzése által dolgoznak, és próbálják úgy csinálni, úgy táncolni, úgy végezni a dolgukat, hogy ők egyszer oda feljuthassanak, hogy az legyen a céljuk, hogy feljussak elsőnek egy fesztiválra, és azután, ha nagyon ügyes vagyok, akkor utazhatok a Backtone zenekarral, utazhatok a Backtone mazsorett csoporttal, és nekik ez a cél, az, hogy egyszer Backtone mazsorettes lehessek.